Na, mi a közös a hajszárítóba, a mosógébe, meg a tévébe? Igen, igen. De akkor úgy kérdezem, hogy... Na, inkább bemutatom. Ez a része. Ez. Ugye? Mind a hárman van egy ilyen a végén. A tévén is, a hajszárítón is, meg a mosógépen is. És mind a három ilyennek kell, hogy legyen ahhoz, hogy tud használni. Igaz? Három készülék teljesen másra való, más funkciót tölt be, másra használjuk. Tehát ha megpróbálnánk a mosógépet hajszárításra használni, nem biztos, hogy azt a végeredményt érnénk el. Na jó, most ebben most nem akarok belemenni. De a lényeg, hogy mind a három készüléknek szüksége van 220-ra. Igaz? Testvéreim, akárhányan ülünk itt ma ebben a teremben, Isten mindannyiunkat egy más célra teremtette. Lehet, hogy ebből te vagy a mosógép, lehet, hogy te vagy a hajszárító, lehet nagy képernyős tévé vagy. De a lényeg, hogy egy célt szolgálsz, és Isten úgy alkotott meg téged, hogy legyen egy feladatod a Földön, amivel őt tudod bemutatni. És tudjátok, egy televízió vagy egy hajszárító, akkor kap dicséretet, hogyha elvégzi azt a munkát, ugye, amit megcsinált. Megszárítja a hajunkat, mondjuk. Ugye? De mind a háromnál ez a rész, ez ugyanaz. És csak akkor működik mind a három eszköz, ha ez be van csatlakoztatva. Na, ugyanígy vagyunk mi is megteremtve. Isten úgy alkotott meg minket, hogy akkor tudjuk betölteni az életünknek a teljes potenciáját, hogyha mi becsatlakozunk a mennyei konnektorba. És még mutatott Isten egy dolgot nekem. És mondta, hogy Csaba, nézd meg ezt a konnektort. És akkor így előttem volt ez a kép. És néztem. Tök jó. És aztán az Úr elkezdte mondani, hogy most képzeld el azt, hogy ez a te két felemelt kezed így tud becsatlakozni a mennyei konnektorba, hogy elkezded Istent imádni. Elkezdesz hálát adni neki, a két kezedet fölemeled az ég felé, és azt mondod, hogy Istenem, engem a te képmásodra, a te hasonlatosságodra alkottál, hogy a te dicsőségedet hirdessem itt a Földön. És tudod mit, testvérem, nem kell neked senkire irigykedned, hogy valakinek más ajándéka van, mint neked. Mert tudjátok, egy hajszárítóval is be lehet verni egy szeget. De nem arra való. És el fog törni. És én ezt látom, hogy nagyon sok ember próbál valami olyan feladatot csinálni, végrehajtani, akár a gyülekezetben is, amit nem Isten adott neki. És ezért sokszor ő is belesérül ebbe, meg lehet, hogy mások is. De hogyha az Istennek az imádata lesz az első, hogy Uram, te vagy mindennél fontosabb. Nem a szolgálat az első, hanem az imádó. Isten imádókat keres, és nem szolgálókat. Neki van sok szolgálója. Ők az angyalok. Milliók. És persze, te is az leszel, de nem úgy, hogy rabszolgaként, hanem egy imádóként leszel Istennek a szolgája. Amen. De hogyha ezt megértjük, hogy ugye minden egyes elektromos eszköznek ilyen a vége. Mindegyiknek. Miért? Mert mindegyiket egy más célra alkotta a tervezője. Azért, hogy a te és a mások élete kényelmesebb legyen. Igaz? Az, amit most én itt ma teszek, ez az, hogy a ti életetek kényelmesebb legyen valamivel. Azáltal, hogy megértitek ezeket az igazságokat. És azt írja a Biblia, hogy és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká fog tenni titeket. Tehát minden igazság, amit te megismertél, testvérem,
egyre szabadabbá fog téged tenni. Amen. Tehát erre mindig emlékezzetek, mikor ránéztek egy konnektordugóra, hogy akkor tudunk funkcionálni. Tehát miért mondtam ezt a szegbeverős történetet? Mert ugye egy szeget beverni nem kell áram, hogyha egy hajszárítóval be akarok verni szeget. Ugye? Megfogom, bemutassam, hogy csinál. Hogy csinálnám én? Mondjuk ez a hajszárító. Ugye ez nem kell nekem ez a vége, mert ez nincs jelentősége a szegbeveréssel kapcsolatban. Jó, megfogom. De az a végére nincs szükség. Nem tudom, értitek-e, hogy mit akarok ezzel mondani? Tehát lehet embereket így használni. Hogy nem kell neked az Istennek az a becsatlakozás. Mi? Miről beszélünk? Hát egy a lényeg, hogy hasznos legyél. Tudjalak használni, amire én akarlak téged. De vajon Isten erre teremtette? Értitek, minden egyes eszközt, amit használunk, volt egy tervezője. Volt egy mérnök, aki gondosan kitalálta az alkatrészeit, hogyan működik. De, és ez benne, ez a vége ugyanaz mindegyiknek. Értitek, Isten így teremtett mindannyiunkat, hogy élő közösségben legyünk a mennyel. És amikor azt mondom, hogy a mennyel, az élő Istennel. Jézus Krisztussal. És tudod, amikor te jössz Jézushoz, bezárod a belső szobád ajtaját, és azt mondod, Uram, itt vagyok. Akkor ezt teszed így. Magadat, tehát ez a, onnantól kezdve ez a te kábeled, ugye? És bedugod ezt oda, és elkezd úgy működni az életed, ahogy ezt Isten kitalálta. Ő a legnagyobb mérnök. És az a legszebb ebbe az egészbe, hogy nincs két egyforma ember. És Isten annyira színesekké tett bennünket, és annyira változatosak vagyunk, mi pedig mindenkit, ami saját képmásunkra próbálnánk alapból formálni, amíg nem értjük meg Istent. Tudjátok, ez az embernek egy ilyen... Mert nem tudsz más csinálni, csak reprodukálni azt, aki te vagy. Nem tudsz mást. Tehát egyszerűen, mivel ismersz, van benned egyfajta ismeret, semmi többet nem tudsz egy másik emberbe, vagy egy emberből kiformálni, mint aki te is vagy. Ugye? Ezért mondja Jézus, hogy nem lehet nagyobb a tanítvány, mint a mestere. Olyan lesz. Ezért nem mindegy, hogy testvérem, ki a te mestered. Ki az, aki a te példaképed. Tudjátok, ma éjszaka, vagyis tegnap éjszaka, én nagyon ott volt, hogy Uram, mit akarsz üzenni a te gyermekeidnek ma? Mert én nem konzerveket akarok nektek adni, hanem valami frisset a mennyből. És tudjátok, a Szent Szellem elkezdett arról beszélni, hogy Isten hithősökké akar titeket tenni. De ezt is kelletek. Miért? Mert az embereknek, az emberiségnek szüksége van olyan emberekre, akire felnézhetnek. Akik példaként lehetnek egy településen, egy utcába, egy iskolába, egy osztályba, egy munkahelyen, vagy bárhol, és be tudják mutatni az élő Istent. Amen. Ez Istennek az akarata, hogy legyen egy viszonyítási alap a világi emberek számára, hogy meghallják azt, hogy Isten, akkor ne egyből a vallás ugorjon be nekik, hanem azt, hogy nekem van egy kollégám, aki telve van tűzzel, akinek ragyog a szeme, amikor mindenki szomorú, ő boldog. Értitek? És ezt nem ti fogjátok magatokról elmondani, hanem azok, akik veletek együtt vannak a munkahelyeteken, az iskolában, bárhol. De ezt Isten, ezt a döntést már meghozta felőletek. Ő ezt szeretné. De mi mit kezdünk ezzel? Mennyire vagyunk hajlandók azt mondani, hogy Istenem, én veled akarok menni.
Én olyanná akarok válni, amilyen te vagy. És tudjátok, Isten elkezdett nekem beszélni a Dávid hőseiről. Hogy a Dávid hősei, és írja ott az ige, most nem akarom most kinyitni, mert de leírja azt, hogy milyen hatalmas tetteket hajtottak végre ember feletti. Tehát ilyen több száz, vagy akár ezreket is képesek voltak legyőzni egy csatába egyedül. Egyedül. El tudod ezt képzelni? Istennel, persze. És ezt tette őket hősökké. És tudjátok, hogy mi volt a Dávid hőseinek a titka? Az Istennel való kapcsolat. És az, hogy egyedül is győztesek tudtak lenni, meg csapatban is. Tehát nem irigyelték egymástól az, hogy hú, te 20-szal többet öltél meg ebbe a csatába, mint én. Nincs rajtam akkora kenet, mint te rajtad. És irigyellek. Nem. Hanem az volt bennük, hogy bármikor letették volna Dávidért az életüket. És tudjátok, mi volt a különbség? A Saul meg a Dávid között? Az, hogy Dávid is odaadta volna az életét bármelyikőjükért, bármikor. És ez az idő jön, testvéreim. Mikor Isten összegyűjti azokat, akik készek letenni az életüket, de nem azért, hogy valaki a fejére üljön, hanem hogy válvetve tudjunk küzdeni ebben a csatában. És hogy a szeretetnek a köteleivel és a kapcsaival kössön bennünket Isten össze. Ez az idő jön most. De ezért akarja az Úr elmondani nektek is, nekem is, hogy mennyire fontos ez a becsatlakozás. Mert így vagyunk megalkotva. Mert a mi teremtőnk így készítette bennünket, hogy van rajtunk egy konnektordugó. És amikor Isten téged mondjuk egy hajszárítónak alkotott, akkor ne akarta a szeget beverni. Arra Isten alkotott egy kalapácsot valahol. És az olyan szépen be fogja ütni ezt a szeget, mint a szél. Amen. Tehát, hogy ez, hogy megtaláld azt a lágy fuvallatát a Szent Szellemnek. Mert sokan kérdezitek, és kérdezik mások is, hogy hát akkor engem vajon Isten mire hívott el? Én honnan tudhatom ezt meg? Tudod, ez már az anyamében megtörtént. Nem a megtérésedkor hívott el téged Isten valamire. Ez már az anyamében is benned volt. És ezt arról tudhatod meg, hogy mi az, ami pezsgett téged belülről. Mi az, ami... ami mozgat, úgy felvillanyoz téged. Az egyik embernek az, hogy segítsük a szegényeket. A másik embernek az, hogy imádjuk az Urat, hogy dicsőítsük őt. Értitek? És Isten kiosztotta ezeket a csodálatos ajándékait. És mindenkinek másért dobban a szíve. Én meglepődök sokszor, hogy beszélgetek emberekkel is, és mondják, hogy hú, őket mennyire felvillanyozza ez vagy az a terület. Engem abszolút nem. És csak hallgattam, és olyan jól esik ez, hogy Isten odaadta nekik azt az ajándékot, ami belőlem szinte teljesen hiányzik. És ez nem azt jelenti, hogy most nem a szeretetről beszélek, hanem arról a tevékenységről, ami őket pezsgeti belülről. Értitek? És ez valami csoda, hogy ezt meglátni. Hát például csak mondok valamit, hogy valaki annyira élvezi, hogy a könyvelést csinálhatja, ekkora stóc papír van az asztalán, és hogy mekkora fantasztikus dolog, hogy ő ebbe beleássa magát, és a végén elkészíti azt, amit tudod, hogy milyen mérleget. Mondom, mi van? Hát belepusztulnék. Egy hétig se bírnám, nem, hogy még ebben nekem örömöm lenne. Csak mondtam egy példát, de ilyenek vannak. Vagy hogy a gyerekekkel annyira, hogy bennem ez annyira nem erős. Tehát olyan, jó, én is el vagyok, meg vannak jó fegyerekek. Értitek? De úgy alapból nincs az bennem, hogy én ott rajongjak a gyerekekért annyira. Értitek? De vannak olyan gyerekek, akik nagyon jó fejeknek tartok, és azzal nagyon jól el is vagyok.
De ugye általánosságban nem annyira rajongok ezért a dologért, hanem valakinek ezért dobog a szíve, és akármikor gyerekekről beszélünk, egyszerűen madarat lehet velük fogatni. Ugye? Na, ebből látszik meg, látjátok, hogy Isten mennyire szépen kiosztja ezeket a csodálatos kincseket, és nem kell erre valaki nagy kenetű testvér rám teszi a kezét, és felken engem ezzé vagy azzá. Nem, már Isten elhelyezte benned az ajándékot. És tudod mit? Ahogy Istennel jársz, ez tud bővülni. Ahogy az ő szeretetében egyre mélyebben belemész, egyre ki tud szélesedni ez a dolog. És tudjátok, régen mindig azra törekedtünk, hogy hú, menjünk el bibliaiskolába, és hú, tanuljunk sokat, hogy jobban tudjuk, mint mások. Jó, nem ez volt az elsődleges motiváció, de mégis. Teológiailag ott legyünk a toppon. Ne lehessen sose minket sarokba szorítani az igével. De tudjátok, a Biblia meg azt írja, hogy a ti szeretetetek növekedjen ismeretben. Tehát magyarul abban fejlődjetek, hogy hogyan tudtok még jobban szeretni. Hogyan tudjátok Isten szeretetét odaadni ennek a világnak még jobban. Ebbe fejlődjetek. És amikor ez a fajta tudás szomjad van, hogy Istenem, taníts engem a te szívedről. Taníts engem, hogy mi mozgat téged. És aztán elkezdesz majd segíteni embereknek, elkezded majd egy csatornája lenni Isten szeretetének, és egyszer csak találkozol egy nagyon-nagyon nagy teológus professzorral, aki fújja az igét előről hátra, hátulról előre. És megkérdezed tőle, és mi az, amit ebből te csinálsz? Annyira szép dolgokat tudsz mondani. És hidd el, ki fog derülni, hogy te, az a kis ismereteddel, de megcsinálva, sokkal messzebb mentél, mint ő valaha fog. A nagy teológiájával együtt. Tehát testvérem, nem méregessük egymást a tanulmányaink alapján. A szeretetünk legyen a mérce. Mert erre vagyunk elhívva. Amen. Tudjátok, azt írja a Biblia, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Ez akkora dolog, annyira fantasztikus, és azért fontos ez az ige, mert ha ő választott, most képzeld el ezt, ez nagyon fontos, hogy használd a fantáziádat, mert a gyermek is azért tud messzire repülni, úgymond. Elmondasz a gyereknek egy esti mesét, és ő teljesen benne van az egész történetbe. Piroska megy az erdőbe, és szedi a gombát, a gyerek már ott van az erdőben, már szedi a gombát. Értitek? Tehát így kell nekünk lenni az Isten dolgaival. Nagyon fontos, hogy használjuk, lásd magad, hogy engem választott Jézus mennyasszonyául. Óriási, hogy nem az van, hogy Uram, én választottalak, hogy mennyasszonyod szeretnék lenni. Hát ez tök jó. De ő az Isten fia. Ugye ez? Oké. Nem, ez úgy, hát ez van. Na oké, te választottad. De amikor az Isten fia mondja azt neked, hogy én választottalak téged, nem te választottál engem, mert gyönyörű vagy nekem. Szenvedélyes szerelemmel szeretlek. Testvérem, muszáj, hogy így. Most azért mondom el nektek egy kicsit ilyen szájbarágósan, mert így tudunk épülni Krisztusban. Így tud helyreállni az identitásod, az értékrended, a saját magadról alkotott képed, hogy mennyire vagy te fontos személy. Én nagyon fontos személy vagyok. Engem Jézus választott, hogy a mennyasszonya legyek, és naponta próbálgatom a mennyasszonyi ruhát. Még mindig jó rám. Halleluja. Mert elasztikus. Stretches. Nem, csak viccelek. De miért nagyon fontos ez? Mert hogyha nem
nem látod magad így, akkor egy áldozata leszel az életednek, és az egész életnek. Akkor be fog darálni ez az élet téged. És a sátán el fogja neked mondani, hogy mi nem vagy. Hogy értéktelen vagy, hogy haszontalan vagy, hogy Isten sem értékel téged sokra. De ez hazugság. És a hazugság sosem tesz téged szabaddá, hanem fogolyá tesz téged a hazugság. Megkötöz, összeszorít téged. De az igazság, az szabaddá tesz. A megismert igazság, az szabaddá tesz. És amikor azt mondja Jézus neked, hogy én választottalak téged, és most elmegyek, hogy helyet készítsek neked, hogy amikor majd visszajövök, elvigyelek magammal oda, ahol én is vagyok. Testvérem, ezt neked is mondta Jézus, nem csak a 12-nek. És ezen kell, hogy kattogjál a gondolataidat, hogy Istenem, értitek? Amikor olvasod a Bibliát, ezeket a szavakat, amikor Jézus mondja, ez a tied. Itt vagytok? Ez nem csak az enyém, nem csak az Éváé, hanem azé, aki megragadja. Amen. Azt írja a Biblia, hogy Istennek minden ígérete igenné és ámenné lett Jézus Krisztusban. Amen. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. De komolyan, tehát minden ígéret. Tehát egyszerűen olvasol Istennek egy ígéretét, és akkor ezt valaki mással teszi Isten. Vagy másnak teszi. Tudd meg, ezt neked is teszi. És amikor, sőt, mikor valaki ide kiáll, és elmond egy bizonyságtételt, hogy meggyógyította őt az Úr, ez neked is egy, neked is, te is megragadhatod azt. Mert azt írja, hogy a Jézus Krisztusról való bizonyságtétel a prófétaság szelleme. Tehát valaki bizonyságot tesz Jézusról, azt te megragadhatod, mint egy proféciát. Hogy én is gyógyult vagyok. Jézus értem is meghalt 2000 év, az ő sebeibe én is meggyógyultam. Testvéreim, ha nem hisszük el az Isten szavát, akkor mitől vagyunk hívők? Mit tesz minket hívőkké? Ha nem hiszünk Istennek, ha jobban hiszünk az érzelmeinknek, jobban hiszünk a Kati néninek, a Józsi bácsinak, mint Istennek, vagy az érzelmeinknek. Ú, most olyan rosszul érzem magam, jaj, most nem érzem úgy, hogy Isten szeretne. Most nem érzem úgy, hogy Jézusnak annyira a kedvence lennék. Valami biztos volt, valami rosszat csináltam, mert most olyan rosszul érzem magam. Testvérem, soha ne élj az érzelmeidnek a vezetése, irányítása alatt, mert az félre fog vezetni. Ez főleg a hölgyeknek extra módon szól. Mert az érzelmek azért ott jönnek-mennek. Vannak időszakok, ugye, amikor még érzékenyebbek. De viszont nekünk nagyon fontos, hogy az igazság szerint éljük az életünket. Mert azt írja az ige, hogy minden, amit meg lehet rázni, az meg lesz rázva ezen a világon. Ami ingatag. És mi nem jobban ingatag, mint az érzelmeink. Ugye? Tehát minden meg lesz, és már is rázkódik. Hát eddig most az elmúlt egy-két évben annyi minden történt, és ez még csak az előszoba, ahol vagyunk. Mi jön még? De ha Jézussal táncolsz naponta, teljesen mindegy, mi jön. Ha te tudod, és tudod, és tudod, és tudod, és tudod, hogy az élő Istennek az egyszülött fia tevőlegényed. Mitől kellene nekem félni? Vagy kitől? Mikor szerelmes belém az Isten fia? Képzeld már el most, hogy az én szerelmemet valaki bántalmazná. Vagy megbántaná, vagy bármi. Hát inkább hagyjuk ezt, hogy hagyjuk is ezt. Hogy mit tudnék vele csinálni? Nekem, hogy mennyire fájna, mennyire személyesen venném azt. Ugye? De tudod, Isten szerelmes beléd.
Testvérem, Isten szerelmes beléd. Olyan nagy a csend. Higgyétek már el. Kérlek. Komolyan. Igen, most megkérdezheted, hát hogyha ő annyira szerelmes belém, akkor miért van ez a baj, meg az a baj? Mert miért vannak ezek a nehézségei? Miért kell keresztül mennem egy csomó mindenen? Azért, mert Istennek nem az a célja, hogy egy elkényeztetett gyereke legyél, hanem az, hogy az ő fiához hasonlóvá válj. Mert Isten olyan mennyasszonyt készít az ő fiának az atya, ami hozzáillő. Mindenben vele azonos. És az ő segítőtársa lesz az 1000 éves királyságban. Ilyen mennyasszonyt készít az atya Jézusnak. És ezt te is ezek közé tartozol. Amen. És alig várom, hogy Jézus megjelenjen a trombita szókor is. Hú. Ennyi. Azt írja az ige, hogy mint az éjjel a tolvaj. Úgy fog eljönni, amikor senki nem várja. Hú. Ennyi. És az, hogy most ez holnap lesz, vagy 10 év múlva, számít ez? Én egy dolgot akarok, ott akarok lenni ma és holnap is, ahol Jézus van. Amen. És ha én Jézussal vagyok, és ezt nem spórolom meg, akkor teljesen mindegy. Az örökké valóság szempontjából nincs jelentősége, hogy én holnap menjek a mennybe, vagy 10 év múlva. Sőt, felszoktam tenni ezt a kérdést, hogy hányan vágytok a mennybe menni, és akkor mindenki integet, hogy én nagyon vágyok már. ugye? Hogy elragadtasson. De mi lenne akkor, hogyha fel lenne dobva az a labda, hogy igen, te mehetsz a mennybe, de Jézus meg közben eljönne a földre. És mit választanál? Hogy itt maradsz a földön Jézussal, vagy mész a mennybe? Ez a te választásod. És aki azt választaná, hogy megy a mennybe, az egy önző ember. Mert az csak nem Jézus, az nem Jézusra gondol, hanem saját magára. Az, hogy túléljem ezt az életet, hogy vége legyen már ennek a sok problémának, nehézségnek, küzdelemnek, és nem hibáztatom érte, mert nem egyszerű. Nem egyszerű tényleg sokszor. Nem egyszerű túlélni ezeket a dolgokat. De amikor megértjük azt, hogy minden egyes próbának az életünkben célja van. Legelőször is az, hogy szembesülj saját magaddal. Hogy megtudd, hogy mi van benned. Tudjátok, hogy tudjuk kiszedni a fogkrémes tubusból a fogkrémet? Mi a technika? Nem. Hát azt nem csinálja senki. De hogy van ez? Hogy van ez kitalálva? Aki ezt kitalálta? Mi a technika? Nyomást kell ráhelyezni. Ugye? Ugye? Te is így tapasztalod? És amikor megnyomod a tubust, elkezd kijönni a fogkrém. Testvérem, ez nagyon mély üzenet. Ha hiszitek, ha nem. És most képzeld el, hogy te lefekvés előtt odaállsz a mosdó elé. Western módon, tudjátok. Előveszed a fogkefédet egyik kézbe, fogkrémes tubus a másikba, és elkezded kinyomni, és elkezd kijönni ketchup. Vagy mustár. Vagy wasabi szósz. Minden, csak fogkrém nem. Hogy esne ez? Rosszul esne? Csalódás? Mi? Hát nem ezért vettem én ezt a fogkrémet. Na, így vagyunk mi is, amikor nyomás jön az életünkre, és nem Jézus jön ki belőlünk, hanem minden más, amit nem várna senki. Ugye? Előjön, ráléptek a lábújamra a munkahelyen. De Isten azt szeretné, hogy Jézus jön ki belőled. És ezen dolgozik, és ezért hív magához még közelebb, hogy amikor megbántanak, amikor nyomás alá helyeznek téged,
akkor ne a te indulataid, mint régen, azok jöjjenek elő. Ne a wasabi szósz, hanem az, amit várna Isten is, hogy Jézus előlép, és azt mondja, figyelj, nincs semmi baj. És ha te gonoszul bántál velem, én szeretettel fogok reagálni. Ha te kővel dobtál meg, én kenyeret szeretnék neked adni. És akkor tényleg az jön ki, amit Isten akar. És tudjátok, nincs semmi baj, ha ez nem mindig az történik. A kérdés az, hogy akarod-e? Akarod-e azt, hogy Istenre hasonlíts? Akarod-e azt, hogy Jézusnak a mintájára épüljön az életed? Akarod-e azt, hogy hozzá hasonlóvá formálódj? Vagy pedig jó keresztény, elég, ha csak jó keresztény leszel. Mert azt lehet álarcokkal is csinálni. Nekem olyan gyűjteményem volt álarcokból, amíg keresztény voltam. Gyűjteményem volt. Mert minden ember, akivel találkoztam, mást akart látni rajtam, bennem. És megtanultam azt, hogy amikor a Zsoltival találkozok, akkor úgy, egyfajta maszk. Aztán amikor a pásztorral találkoztam, megint más, a munkahelyen a főnökkel megint más maszk. És már így hordtam, tudjátok, körbe voltam ezzel rakva, és tudtam, melyiket kell mindig előhúzni. Olyan voltam, mint egy kaméleon, ki váltogatja a színeit, azt szerint, amit látni akarnak. De amikor Isten megtalált, az elesettségembe, az összetörtségembe, megfogadtam, soha senki kedvéért nem fogok maszkot viselni. És most, akit láttok itt magatok előtt, ez a Gégincsaba ilyen otthon is. És ha ez számodra szerethető, ez az ember, tök jó. Akkor egy az utunk. Ha nem, akkor bocs, akkor más az utunk. Ha nem tudsz szeretni így, ahogy vagyok. De én már nem akarok neked megfelelni. Mert én már csak egy személynek akarok megfelelni. Értitek? És amíg ő mosolyog, és átölel, és neki jó vagyok így, már nem akarok olyan lenni, amit te elvársz tőlem. Ne haragudj. Ha nem vagyok így elég jó neked, neki elég jó vagyok. És ez olyan békét ad a szívembe. És ez okozza azt, hogy sokszor, amikor jönnek emberek, és szándékosan bántani akarnak, akkor is Jézus tud kilépni belőlem. Miért? Mert már nem ő határoz meg engem. Nem az az ember, aki köpköd is, bántani akar is, és átkoz is, mondja. Hanem azt van bennem, hogy Uram, bocsáss meg neki, nem tudja, mit cselekszik. Még nem ismert meg téged. Kérlek, öleld őt át. Mint ahogy engem is tettél. Én is ugyanezt csináltam régen. De már nem akarom ezt. Már olyan akarok lenni, mint te. És ez annyira jó, amikor tényleg Isten dicsőségről dicsőségre tud vinni téged. És ez csak a fokrémes tupus példa. A nyomás. És kell a nyomás. Mindenkinek kell. Mert ez mutatja meg, mi van benned. Valósága. És amikor szembesülni tudsz önmagaddal, az már egy fél győzelem. És tudjátok, kik az Istennek a fiai? Így van. Nagyon fontos, hogy mindig az Isten igéje legyen a mérőszalag, a mérőzsinór. Hogy azok az Istennek a fiai, akiket a Szent Szellem vezérel. És amit itt most próbáltunk ma gyakorolni, ez pontosan ez. Mert a Szent Szellem, hogy mondod, kislány? És mondja tovább, de aranyos. Szóval azok az Isten fiai, jaj, de cuki, azt a... Jaj, de tündér. Szóval azok az Istennek a fiai, akiket a Szent Szellem tud vezérelni. Jaj, megsimogathatom én is. Jaj, de kis tündőke. Nagyon aranyos. Szóval el szeretném, múltkor is, amikor itt voltunk Kátolyba, gyakoroltuk ezt. Most nem fogjuk gyakorolni, csak azért elmondom, hogy ugye mi olyanok szeretnénk válni, mint Jézus Krisztus. Sőt, azokat szeretnénk csinálni, amiket ő tett. Te is? Amen.
Hát nem sokan mondtatok ámen, de nem baj. Jézus azt mondta, hogy azok, akik hisznek bennem, azok tenni fogják, amiket én is cselekedtem, és még nagyobbakat is azoknál. Tehát nem kell mindenkinek ámen mondani. Tehát elég, ha csak az, aki hisz Jézusban, az. Azok számára egy titkot szeretnék elmondani, és ez az, hogy Jézus soha nem tesz semmilyen csodát. Soha. Amíg itt járt a Földön, de saját magától. Semmi olyat nem tett, amit ne az Atyától látott volna. Tehát nem volt olyan, hogy Jézus most az úgy döntött, hogy saját maga, hogy na én most teszek egy csodát. Ilyen nem történt a földi pályafutása alatt. Miért lényeges ez? Mert ezzel mutatta meg nekünk azt, hogy mi is hogyan tudunk mozogni ugyanabban a dologban, amiben ő is mozgott. Hogyan lehetünk hatékonyak, mint ahogy ő is hatékony volt. És pontosan ez, hogy a fiú nem tehet semmit önmagától, hanem amit az atyától lát Jézus, a fiú hasonlatosképpen megcselekszi. János 5.19-ben van ez megírva. Tehát semmit nem tehet a fiú. Önmagáról beszélt, ugye? Itt vagytok? Értitek is, amit mondtam? Vagy most mondjam el magyarul is, vagy angolul, angolul. If you would like to say, I can tell you in English as well. No problem at all. Nem, most mindegy. El tudom mondani, ha szeretnétek. Na, és visszatérve oda, tényleg nem akarok most itt lemenni erről a vágányról, mert ez egy nagyon fontos dolog, hogyha Jézus ezt így csinálta, hogy megvolt a képessége arra, hogy kommunikáljon az atyával, és amit az atyától látott, Jézus lemásolta, és megcsinálta azon az emberen, aki éppen előtte állt. Ez volt Jézus technikája. Amen. Egy kívülálló számára természetesen ez úgy nézett ki, mintha Jézus tette volna csodát. De nem így ment. És ezt, ha megértjük, akkor mi is lehetünk hatékonyak abban, hogy meggyógyuljanak az emberek, megszabaduljanak a megkötözöttek. Miért? Mert valószínűleg nem fogunk két embert ugyanúgy meggyógyítani. Nem ugyanaz lesz, mint hogy mit csináljuk, hogy rutinból imádkozunk a betegekért, rutinból imádkozunk a problémákért. Jézus nem ezt tette. Ő nem is imádkozott az emberekért. Ő meggyógyította a betegeket. Hogyan? Leköpött egyszer a földre, sarat csinált, rákente a vak szemére. Azt mondta, menjél a Siloam tavára, mosd le. És amire visszaért a vak, látott. Mennyire butaságnak tűnő dolog, igaz? Nem? Köszönöm, Péter. Az. Most képzeljétek el a tudomány szempontjából, a nagy tudósok, a kutatók, minden, meghallják, Jézus lecsulázott a földre, sarat csinált, rákente, menj el, gyere vissza. És az a szem, ami már hosszú évek óta nem funkcionált, élesen, tisztán látott. Még egy dolgot mondok, és ezzel fogom befejezni, hogy nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy biztosan olvastátok már ti is a Bibliában, amikor Dávid királyt üldözi a Saul, és ő ott bujkál, és Saul megy, és meg akar ölni Dávidot, teljes gőzzel, és teljesen elborult aggyal, elmével, és kétszer is megkíméli Dávid az életét. Akkor bemegy ugye vécézni a barlangba, levágja a köpenye sarkát, és hogy megmutatja, hogy figyelj, megölhettelek volna, de nem tettem. És vagy ahogyan Dávid viszonyul végig a Saulhoz, az egy óriási dolog. És ott volt bennem, hát mennyivel könnyebb lett volna csak elvágni a nyakát, és kész. Egy csomó fájdalomtól megkímélte volna magát. De tudjátok, sokáig azt gondoltam, hogy Dávid a Saul tisztelte. De nem igaz. Isten tisztelte. Azt mondta, hogy Isten kente fel a Sault királynak, és ő fogja elmozdítani, ha akarja.
Én nem fogok kezet emelni erre a felkent királyra, de nem azért, mert a Saul annyira értékelhető lett volna az ő szemében, mert tényleg semmi, hanem már ott a Dávidnak a tisztelete ott is Isten felé volt meg. Értitek? És mindig, mindenben a te életedben is legyen ez, hogy amikor valakivel beszélsz, vagy valaki felé szolgálsz, vagy bármit teszel, akkor Istent lásd, hogy ő tette azzá, ami. Csak azt arra akarlak még legutoljára bátorítani titeket, ez nem a ma estére vonatkozik, hanem hogy legyen aktív ez a figyelésetek a Szent Szellemre. Mert ugye mondtuk az előbb, hogy kik az Istennek a fiai, akiket a Szent Szellem vezérel. És hogyan tud vezérelni? Hogy te meghallod őt, és megcsinálod. Amen. Mert attól, hogy meghallottad, az még nem az. Az még csak a fele. De amikor meg... Hogy? Igen, tehát az még nem fogja megoldani a dolgot, hanem mert azt írja az ige, hogy ez a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Milyen embereket? De kik ők, akiket a Szent Szellem vezérel, akik meghallják és megcsinálják. Erre vár a világ. És te legyél egy ilyen ember. De ehhez kell, hogy legyen egy állandó figyelés. Szent Szellem, mi az, amit mondasz? És ezt, hogyha puff, beugrik valami, egy ismerősöd, a semmiből. Hívj fel telefonon. De sokszor. Értitek? És a Szent Szellem vezetni akar. És meg fogsz döbbenni, hogy mennyi mindent szeretne. Ilyen apró kicsi dolgokkal kezdi, és aztán egyre jobban be akar téged vonni az ő munkájába. Amennyire hűséges tudsz lenni a kicsin, aztán sokra bíz majd téged. Amen. Halleluja. Megengeditek, hogy még végezetül imádkozzak, értetek? Drága mennyei atyám, hálát adok neked, Uram, ezért a gyönyörű napért. Köszönjük neked, hogy Jézus Krisztusban újra szabadon lehettünk együtt, Uram. Köszönöm, Jézus, hogy te győztél, és ebben a győzelemben megmaradhatunk, Uram. Nem kell nekünk a saját görcsölésünknek győzelmei. Elég, ha megmaradunk a tiédben. Hálás a szívünk, hogy együtt lehettünk, Uram, ma is. És ma is épülhettünk, Uram, és egy kicsit többet megérthettünk a te szívedből, Istenem. Szeretnénk Jézus Krisztushoz hasonlítani, és szeretnénk a Jézus tanítványaivá válni. Hiszen erre vagyunk elhívva, nem arra, hogy jó keresztények legyünk. Jézus, rád akarunk hasonlítani, és szeretnénk, ha egy hozzád illő mennyasszonyként állhatnánk meg majd a mennyegzőn nagyon, nagyon hamar. Kérlek, drága Szent Szellem, azt a munkát, amit elkezdtél bennünk, azt folytasd. És te megígérted, hogy be is fogod fejezni Jézus Krisztus napjáig. Olyan hálás a szívem, hogy itt lehettem újra az én drága testvéreimmel. Kérlek, töltsd be őket, Uram, egy friss tűzzel, egy friss lendülettel, hogy amikor kimennek innen, akkor tudják gyakorolni mindazt, ami ma itt elhangzott. Add nekik a bölcsességnek és a kijelentésnek a szellemét, a te személyes megismerésedre, Jézus. Legyen áldott a te nagy neved. Amen. 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 Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok.